Sziasztok! Itt vagyunk a Deák 17 galéria előtt, és az Ata Mesi című kiállítást fogjuk megnézni. Ki volt Ata Kandó? Ata Kandó egy magyar származású, de élete nagy részében Franciaországban, Hollandiában és Amerikában élő fotóművész volt, akinek ez a kiállítás igyekszik bemutatni minél szélesebb körben a gyermek tematikájú fotóit. Van esetleg olyan kép, ami különösen megfogott, vagy így valami érdekeset láttál benne? Mindenhol azt próbálom értékelni, hogy mi volt az a pillanat, hogy mi volt az emberi helyzet, amit ő próbált megörökíteni és visszaadni. Úgyhogy nekem eddig a munkáit tekintve elsősorban erről szólt az Ata Kandó, most pedig látok egyéb olyan dolgokat, amelyek izgalmasak. A bálnavadászokat még nem láttam, de azt nagyon szívesen megnéztem. Ata Kandó egy nagyon érdekes fotóművész, ugyanis az életműve alkalmas arra, hogy a kortárs, illetve a modern fotográfiának szinte minden ágát be tudjuk mutatni, és meg tudjuk vizsgálni a fontosabb kérdéseit. Így voltak gyermekfotói, fotóméséi, fotózott a venezuelai indiánok között, tehát néprajzi fotósnak is tekinthető, díjnyertes is nagyon elismertek voltak a divatfotói, és az 1956-os menekültekről készült fotói egyfajta szociófotóként vagy társadalmi fotóként is értelmezhetők. Ata Kandó egyfajta ikon és példakép lehet szerintem nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is. A kiállítást június 2-ig tudjátok megnézni.